A szokásos szerdai személygyűjtést végzik a Szomhúl munkatársai a Szürcsapó utcában. Jelenleg 7 háztartási, valamint egy szelektív hulladékgyűjtő autója van a városnak. Hamarosan egy új kocsi is segíti a szelektív hulladékgyűjtést, miután nyert Szombathely. A Vidékfejlesztési Minisztérium mintegy 1 milliárd forintot osztott szét egy pályázat keretében. Önkormányzatok és hulladékgazdálkodási társulások vehettek részt a tavaly decemberi kiíráson. Az elbírálás most lezárult. Sikerrel pályázott az önkormányzat, 65 millió forintot nyert a pályázaton. A megvalósulás ebből úgy történik, hogy egy szelektív hulladékgyűjtő, vadonatúj hulladékgyűjtő autót vásárol a város, és a zöld program tovább tud élni Szombathelyen is. A tárca eredetileg 428 millió forintos kerettel hirdette meg, de a jelentkezők nagy száma miatt ezt az összeget a minisztérium 1 milliárd forintra emelte. A támogatás célja a szelektív hulladékgyűjtés és eszközállomány fejlesztése. Ezt erre a zsákos, sárgazsákos házhozbeli gyűjtésre fogjuk bevezetni, amit már gyakorlatilag el is kezdtünk az újperinti lakótelepen, illetve most ebben a hónapban a gyöngyösermáni városrészbe. A támogatási szerződést várhatóan 2014. augusztus végén írják alá a felek.